Nem szeretnél többet csalódni, hogy nem azt kapod, ami a dobozon vagy a reklámban van? Akkor tarts velem és megmutatom, milyen egyszerűen elkészíthető otthon is egy szebb és finomabb Big Mac. Először is a darált marhahúsból mérjünk ki 80 g-os adagokat, helyezzük egy kockányi sütőpapírra, formázunk belőlük gombócokat. Nem kell nagyon szorosan formázni, csak úgy, hogy egybe maradjanak. Amíg a húsgolyók pihennek és elérik a szobahőmérsékletet, készítsük el a Big Mac szószt. Semmi fancy hozzávalóra nem lesz szükségünk, a végeredmény mégis brutális lesz. Egy fél fej vörös hagymát kockázunk fel nagyon apróra. Egy darab csemege uborkát szintén kockázunk fel nagyon apróra, de használhatunk kovászos uborkát is. Ehhez csapatunk 120 g majonézt, 40 g ketchupot és 40 g mustárt, illetve két evőkanállal az uborka levéből. Ezen kívül tettem még bele egy fél kávéskanálnyi fokhagymaport és egy csipet füstölt paprikát. Kavar, és mehet is a hűtőbe, hogy jól megismerkedjenek a hozzávalók egymással, még mi a többiekkel foglalkozunk. Egy serpenyőt extra forróra melegítünk, ha kellően forró a sütőeszközünk, mehet bele a húsgolyó. Hagyjuk rajta a papírt, és egy spatula segítségével nyomjuk szét, igyekezve, hogy megtartsuk a kerek alakzatot. Nagyjából 1 cm vastagra nyomjuk szét. Vegyük le a papírt, sózzuk, borsozzuk, és 2 perc alatt süssük barnára az egyik oldalát. Pró tipp a serpenyő felforrósításához: ha egy papírtörlőre pár csepp olajat teszünk és átkenjük fel a serpenyőnket, akkor az olaj füstölése fogja jelezni, hogy mikor kellően forró a serpenyőnk. Fordítás, só, bors, és ennek az oldalnak már elég lesz 1 perc is. A bucival akkor járunk a legjobban, ha saját magunk készítjük szokás szerint. Az én kedvenc buci receptemet megtaláljátok a legelső videómban, ide be is linkelem a sarokba. Mivel a Big Mac-ünk kétszintes, így egy extra bucit is fel kell áldoznunk a tökéletes eredményért cserébe. Az egyik bucit szimplán csak vágjuk félbe, míg a másiknak vékonyan vágjuk le az alját, és vágjunk egy bő 1 cm vastag szeletet, ő lesz a középső buci rész.
Remélem nem tettük messze a serpenyőt, ugyanis egy kanál vajon még le kell pirítsuk a bucikat. Amíg ők itt pirulnak, pont jut időnk felcsíkozni egy adag jégsalit is. Azt hiszem, meg is vagyunk mindennel, jöhet az összeállítás. A lepirított, még langyos bucikra jöhet a sajt, egy-egy adag sali, tisztességes adagnyi Big Mac szósz, a két hús is elfoglalhatja méltó helyét, majd egy csemege ubi, hosszant irányban felszeletelve, és mondjuk még egy adag szósz. Emel, pakol, megkoronáz, gyönyörködik. Ha csak egy útravalót szeretnénk a házi Big Mac-ből, akkor az tuti, hogy a speckó szósz legyen. Elsőre én se hittem el, hogy mennyire brutál finomra sikeredett. Fel lehet vele dobni bármilyen sült hús, csalátákat, vagy egy standard szendvicset is. Ha tetszett a videó, dobj rá egy lájkot és iratkozz fel, ha nem szeretnél lemaradni a hasonlóan incsiklandó tartalmakról.